Az átigazolási időszakban 6 játékos távozott Nyírbátorból, helyükre 6-an érkeztek, így 17 mezőnyjátékossal és 3 kapussal várja a rajtot Kovács János együttese. A felkészülési meccseken eddig nem szenvedett vereséget a csapat, a Nyíregyháza Spartakusszal 3-3-at, a Kisvárdával és az Ibránnyal 1-1-et játszott a Kambruszék, a Cigándot pedig 3-1-re verte a Bátor. Posztokra kiszemelt játékosaink voltak, tehát azt mondom, hogy bízom benne, hogy sikerült pótolni a távozókat, hisz elég rutinos játékosok hagyták abba, illetve távoztak a klubtól. Egy picit úgy szerkezetileg is át kell alakítani a csapatot, próbáltuk megmagasítani, mert eléggé sok olyan kellemetlen helyzet volt a tavasz folyamán, amiből sok olyan gólt kaptunk, ami elkerülhető lett volna, hát ezzel változtattunk, bízom benne, legalábbis ebből a szempontból indultunk ki. Hát, hogy az eredmények majd mit mutatnak, azt a bajnoki rajt után tudjuk megmondani, hisz nagyon közel volt a nyári felkészülés, és kevés idő volt a pihenésre is. Folyamatában azt mondom, hogy a célnak megfelelően haladunk. A héten kiderült, hogy 17 csapat alkotja az NB3 keleti csoportjának mezőnyét. Mivel több új együttes is van a csoportban, egyelőre nem lehet tudni, hogyan alakulnak majd az erőviszonyok. Tudom, hogy van 3-4 csapat, aki a bajnoki címért száll harcba Nyíregyháza mögött, illetve hát ugye tudjuk, hogy 2 feljutó lesz. Itt a Kazinc, Barszik, a 60 és a Jászberény, akik az elmúlt időszakban, és sőt a Putnok is, Cigánd, ugye, ezek mind olyan csapatok, akik bejelentkeztek a pozíciókért. Hát én is nagyon kíváncsian várom, és akkor nem beszélve arról, hogy ide került a Reac, még a Ákos mentése, a Tája, vagy akár bármi csapat, Újpest 2, tehát nem egy sétagalop lesz ez a bajnokság, viszont meg fogunk felelni az elvárásoknak, én úgy ítélem meg. A Nyírbátor a nyitófordulóban augusztus 1-én a 60-t fogadja, a harmadik fordulóban pedig a Nyíregyháza Spartakusz látogat a Sportutcai pályára. Kovács János együttese szombat délután 17:30-tól a Tuzsér ellen tartja a bajnoki főpróbát.